Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következőkben egy olyan szakmáról és szakma kiváló művelőjéről fogunk beszélgetni, ami még mindig kicsit titokzatos számunkra, pedig azt a kifejezést, hogy logopédia, azért már mindannyian ismerjük, de vajon tudjuk-e, hogy mi van mögötte? Kiderül hamarosan, hiszen a stúdióban nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm vendégünket, Magyarné Várbíró Zita logopédust. Szervusz, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, nagyon megtisztelő a meghívás, köszönöm szépen. Kíváncsi lennék rá, hogyha valakivel beszélgetsz, rögtön elemzed-e, hogy beszél? Nem feltétlenül, de odafigyelek a beszédére, a beszéd stílusára, és hogy fejezi ki magát. Főleg gyerekekkel kapcsolatban szoktam ezt megfigyelni. Azt mondtam az előbb, hogy lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mit akar a logopédia, és én egyre erősebben hiszem, hogy ez így van. Mi is a logopédia valójában? Köszönöm a kérdést. A logopédia az egyaránt képességfejlesztés és képességkibontakoztatás. A szavakkal történő gondolatközlés elsődleges és ősi formája a beszéd, amely sajátos emberi tevékenység. A nyelvi közlés teszi lehetővé, hogy az emberek megértsék egymást, és összekapcsolódjanak a társadalom életében. A közlés írott és verbális formájában az emberi tudás nélkülözhetetlen hordozója, és nélküle nincs kultúra. Amikor a kisgyermek elsajátítja anyanyelvét, voltaképpen ennek a társadalmi folyamatnak a részévé válik. Így azt is mondhatjuk, hogy a nyelv elsajátítás folyamata a közösségi lényé válás alapvető eszköze. Mert ugye a nevelés is nyelvi közegben megy végbe. A tudományok eredményeinek átszármaztatása is nyelvi formában valósul meg. A nyelvi képzést a személyiség nevelésének közvetlen eszközeként tartjuk, és benne a nevelés legfontosabb formai eszközét látjuk. A nyelv révén bontakoznak ki az értelmi képességek. A beszéd és a gondolkodás együttes fejlődése során alakulnak ki az intellektuális tevékenységek bonyolult formái. A logopédia tulajdonképpen a nyelvi közlésben megjelenő beszédkészség fejlesztését tűzi ki célul. A beszédkészség az egy összetett folyamat. Jelenti egyrészt a normál, sima hangképzést, a problémamentes hangképzést, és ezen kívül a kifejező készség és kifejező beszéd megfelelő alkalmazását, amely feltételezi az úgynevezett mondatfonetikai eszközöknek, mint hangsúly, hanglejtés, érzelmi színezet, árnyalt dallamformák, a nyelvi normáknak megfelelő alkalmazását. A megfelelően használt hangsúly, beszédritmus és melódia tulajdonképpen színezi, gazdagítja a nyelvi közlésben megjelenő jelentéstartalmat. Nagyon tágan értelmezve a logopédia ezt öleli fel, amikor a beszédkészség fejlesztését és ezt a képességterületet támogatja. A logopédiához tartozik a szöveg értése is? Igen, természetesen, hiszen hangzó beszédnek az egyik része a beszédprodukció, amikor az egyén képes kifejezni a gondolatait, és egy nagyon fontos része a beszéd értés, hogy a felé elhangzó közlést egyrészt meghallja, azt felfogja, és képes feldolgozni, és a jelentéstartalmat magáévá tenni. Mikor van szükség logopédiára, logopédusra? A tapasztalatunk az, hogy egyre jobban differenciálódik a tevékenység, nagyon sok területen igényelik a logopédusok a kollégák munkáját. Ugye alapvetően én is szakszolgálati logopédusként dolgozom itt a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálatnál, logopédusként, tehát elsődleges a gyermekpopulációnak a logopédiai ellátása, ugyanis a köznevelési törvény előírja, hogy a 3 és 5 éves korú óvodás gyermekek bekerüljenek logopédiai szűrésbe. A 3 éves korú gyermekeknél elsősorban azt nézzük, hogy elindult-e a beszédfejlődés.
egyrészt van-e beszédprodukció, ezt egy űrlappal mérjük fel, amit általában a szülők töltenek ki, időnként óvodapedagógus segítségével. Tehát itt arra vagyunk kíváncsi, hogy van-e szókincse a gyermeknek, érti-e a hozzáintézett instrukciókat, mondatokat, illetve van-e valamilyen szintű mondatalkotása. Erre vonatkozik a 3 éves kori logopédiai szűrés. Az 5 éves kori a sokkal inkább kiterjed a nyelvi fejlettségre, illetve ezen belül az artikulációra, ami már egy olyan masszívan megjelenő tünet, ami ugye a témában kevésbé járatos embereknek is azt tűnik fel, hogyha valaki beszédhanghibákkal beszélt. Régebben ezt pösszeségnek hívtuk, most inkább a beszédhanghiba terminust használjuk. Mi vitt téged erre az izgalmas pályára? Érettségi után elmentem dolgozni a Budapesten működő mozgásjavító általános iskolába, gyerekfelügyelőnek, 3 évig dolgoztam ott. Itt, álljunk meg! Itt a magyarázat kell, hogy miért? Igen. Tehát ez is egy olyan terület, amit nyilván nem ismer mindenki, és biztos, hogy kislányként nem azzal ébredtél, hogy jaj, hát én ilyen terápiával akarok foglalkozni, vagy logopédus akarok lenni. Érdekelt ez a terület. Tehát, hol találkoztál vele először? Baráti társaságba került be mozgássérült fiú, meg olyan személyek, akikkel azt láttam, hogy nem átlagosak, nem hétköznapiak, és nekik segítettünk, és ez indított el ebbe az irányba. És igazából ott dolgoztam 3 évig ebben az intézményben, ma Csillagháznak hívják, ahol mozgásukban érintett fiatalokkal foglalkoztam, és utána innen felvételiztem a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolára, ami ma már az ELTE-nek egy kara. És ott viszont azt láttam, hogy aki mozgásában érintett, ott mindig a beszéd is sérült, mert ugye a logopédia volt a kérdés. Tehát a lényeg az, hogy szakpáromul a szomatopedagógia mellé, ami a mozgásfogyatékos gyerekek nevelésével, iskolai foglalkoztatásukkal kapcsolatos ismereteket jelenti. Emellén a logopédiát választottam. És ma túlnyomó részt a munkám részét, tehát teljességében a logopédia tölti ki, a másik szakot kevésbé tudom használni. De nagyon hasznos a logopédián belül is, mert a beszéd, gondolkodás kialakulásánál a mozgás az egy nagyon fontos megalapozó terület a kisgyermekeknél. Amit még mindig nagyon sokan nem értünk, ugye sokat hallunk már, hogy a mozgásterápia mi minden területen nyújthat segítséget, amit még mindig nehéz igazából megérteni, hogy mondjuk a beszédkészség és a mozgáskészség miért függ össze. Igen, mert a korai életkorban vannak olyan szenzoros integrációs mozgásformák, olyan ingerek, amik csak bizonyos mozgásos környezetben érik el a gyereket, és hogyha ugye erről beszélünk sokat, hogy nem emelte időben a fejét, nem kúszott eleget, nem mászott eleget, ideje korán állt fel, akkor olyan idegrendszeri területek maradhatnak ki az érésből, amik később a beszédet, a beszédértést és a beszédprodukciót egyaránt befolyásolják. Tehát ezért látjuk ezt ma, hogyha egy óvodás gyermeknél felmerül a bármilyen részképesség probléma, akkor elsődleges, hogy valamilyen szenzomotoros terápiára kerül a gyermek, mert ezeket jól lehet kompenzálni ezzel a mozgásterápiával. Mennyire jellemző, hogy problémás a gyermekek logopédiai készsége? Mondhatnám, mennyi munkád van? Nagyon sok munkánk van. Úgy is mondhatom, hogy kevesen vagyunk az ellátásukra, ezért egyrészt működtetünk terápiára járó gyermekek listáját, és nagyon nagy a váró listánk, mert nem mindenki tud bekerülni terápiára. Amint mondtam, az óvodában végezzük ezeket a felméréseket, és gyakorlatilag betelik minden csoport. Vannak a nyelvi késéssel küzdő gyerekek, ott nagyon fontos a szülők bevonása,
a terápiás munkába, hiszen azért otthon az édesanyja nagyon sokat tehet azért, hogy a gyermek beszéde, beszédértése, beszédfejlődése megfelelő ütemben fejlődjön. Ezt nagyon jól lehet logopédiai tanácsadással és megsegítéssel támogatni, illetve, ahogy mondtam, az 5 éves korú gyerekek, akiknél pedig a nyelvi fejlettség, illetve az írás-olvasás készültségben mutatkoznak esetleg elmaradások, akkor az ő számukra is logopédiai terápiát javasolunk. Hogy kell elképzelni a logopédiai terápiát? A módszertana van a tevékenységnek. Alapvetően vannak mozgásos gyakorlatok itt is, illetve szenzoros a hallási ingerekre épülő feladatok. Az egyik fontos része az, hogy a gyermekek számára érthetővé tegyük, hogy a beszéd az különböző elemekből épül fel. Ugye a mondatok szavakból, a szavak szótagokból, a szótagok pedig hangokból, hogy ezeket elemeikre tudjuk bontani, illetve aztán fel tudjunk építeni a különböző egységekből újabb egységeket. Ezeknek a kibontakoztatása a gyermekek számára elérhetővé tétele a logopédiai munkának az egyik legfontosabb területe. Ezen kívül, amikor beszédhang kialakításról beszélünk, az tükör előtt zajlik, ahol pedig a logopédus pontos instrukciókat adva a gyermek számára segíti elő, hogy ő a beszédszerveivel azokat a hangokat képes tegyen képezni, ami esetleg korábban nem volt meg a hangállományában. A Hanglépcső című könyv szerzőjeként is köszönhetünk, aminek alcíme a hangtani tudatosság fejlesztése. Ez a kifejezés is számomra idegen. Mit értünk ez alatt? Igen, köszönöm. Szerzőtársaimmal, Szatmáriné Mái Nórával és Szabóni Vékony Andreával alakítottuk ki tréningprogramunkat 5-7 éves korú gyermekek számára. A hangtani tudatosság tulajdonképpen az a képesség, amiről az előbb beszéltem, ahol a gyermek számára nyilvánvalóvá válik, hogy a beszéd az elemekre bontható. A mondatok szavakra, a szavak szótagokra, azok pedig hangokra, és erről szerzett biztos tudást kell nekünk feléjük nyújtani, és ebben nyújt segítséget ez a tréningprogram. Az olvasástanulás pozitív élménye és a jó olvasási készség elengedhetetlen a későbbi érvényesüléshez a társadalomban. És ma sajnos sok gyerek számára nem elérhető a jó olvasás élménye valamilyen okból. Tehát a nagycsoportos gyermekeknél azt látjuk leginkább, hogy nagyon különbözőek ebből a szempontból a fejlettségi szintjük hangtani tudatosság szempontjából. Pedig, hogyha ezt a képességet segítjük egy tréninggel, ami játékosan megoldható, akkor utána sokkal biztosabb úton indulnak el az olvasás tanulás útján. Tehát ez azt jelenti, hogy például a diszlexia is a logopédiához tartozik? Igen, a diszlexia az olvasási nehézséget jelenti. Ennek nagyon különböző fajtái vannak. Valóban ennek a megelőzésére, hogy ez ne alakuljon ki, erre is alkalmas ez a nyelvi tréning, ami a olyan kreatív nyelvi játékokat adunk a pedagógusok kezébe, és esetleg a gyermekekkel foglalkozó szülők kezébe, ahol játékosan tudják ezeket a gyakorlatokat elvégezni. Hangszinten, mondatszinten, szótagszinten, a szavak szintjén egyaránt. Próbáljuk meg konkrét példákkal közelebb hozni a logopédia lényegét. Ugye beszéd problémák közül a legismertebb talán a dadogás, ami a leglátványosabb is, illetve a legjobban halljuk és észleljük ezt a problémát. Van ebben segítség? Van, bár ez egy olyan területe a logopédiának, amiben gyakran vita van a logopédusok között is, hogy a dadogás az alapvetően logopédiai
feladat, kompetencia vagy nem. Mert bár a hangzó beszédben tapasztaljuk a problémát, de el kell különíteni egy korai életkorban megjelenő dadogást, 2-3 éves életkor körül megjelenhet a gyermek beszédében egy ilyen elakadás jelenség, amit sokan azonosítanak a dadogással, de ez igazából egy fejlődésnek egy része, amiről beszélgettünk. Tehát a kisgyermek tele van esetleg passzív szókincse szavakkal, amiket ő szeretne elmondani, de még a beszédszervei nem olyan ügyesek, hogy képes legyen kifejezni magát a szavak szintjén, és emiatt történhetnek ezek az elakadások, vagy esetleg szóismétlések, hangismétlések a szó elején többnyire. Ugye erről beszélünk. Ezt a legtöbb esetben kinövik a gyerekek. Többnyire logopédiai segítség sem kell hozzá, mert egy értő környezet, egy empatikus hozzáállással nagyon sokszor lehet segíteni ezen a fejlődési állapoton, mondjuk inkább ezt ennek. És akkor ezt elkülöníteném a dadogástól, amikor pedig masszívabban megjelenik egy nagyobb életkorban. Lehet persze az is, hogy innen indul, és később megmarad ez a tünet. De az igazi dadogás mögött nagyon sokszor nem nyelvi elmaradás mutatkozik, hanem sokszor pszichés érintettség, ami felveti azt, hogy ez most egy egyszerű, az egyszerűt idézőjelbe téve, logopédiai terápiával, beszédtechnikával, ugye jó hangképzés, beszédritmus és melódia kialakításával meg lehet-e szüntetni. Én azt gondolom, hogyha a dadogó segítségért fordul a logopédushoz, akkor mindenképpen nekünk segítséget kell nyújtani, és igen jó eredmények születnek. De vannak esetek, amikor a probléma gyökere máshol van, és a logopédiai terápia nem egyedül, tehát nem tudja azt a megoldást hozni, amire szükség van. Aztán ami még ismerős, az a hadarás. Igen. Itt is a logopédia segít, gondolom. Igen. A hadarás az ugye megint a beszédtempó zavara. Tehát ott az a szerencsésebb eset, ha szerencsésnek mondhatjuk, hogy nem akad el, mert nagyon sokszor a hadarás következő lépése lehet egy dadogás. Tehát ott odáig jut el a beszélő, hogy nagyon gyorsan szeretne sok információt átadni. Ilyenkor érdemes rendezni a gondolatokat, hogyha ez egy ismert probléma. Találkozom ilyen helyzettel, ahol ha túl sok információt szeretne átadni, azzal ugye azt éri el, hogy egyre gyorsabban és egyre többet akar elmondani, és ez gyakran a beszéd érthetőségét is korlátozza. Tehát ott is valamiféle gondolati rendezésre van szükség. És nyilván ezek a legismertebb beszédproblémák voltak, de ezen kívül nagyon sok minden van, ahol a logopédia nyújt segítséget. Milyen egyéb beszédhibákat ismerünk? Hát ami a leggyakoribb, amit mondtam, a 5 éves gyermekek körében a nyelvi terápia, ahol a beszédhangok kialakításán és szavakba építésén, automatizálásán kívül a jó beszédkészség kialakítása a cél. Ezt lehet játékosan, egyénileg, de lehet csoportosan. Többnyire a logopédiai terápia 4-5-6 fős csoportokban valósul meg az óvodákban. A gyerekek többnyire nagyon szeretik ezt a tevékenységet. A logopédus néni bemegy a csoportba, és szállított létszámú csoportot kiviszi a logopédiai terápiás helységbe, és ott ezekkel a játékos feladatokkal gyakorlatilag orientálva őket egy témában nagyon jól eltöltik azt a 30-tól 45 percig terjedő időtartamot, ami a terápiás órakeret. Előfordul olyan is, hogy mondjuk látszólag a gyermek beszédkészségével nincs semmi probléma, mégis logopédust javasolnak, mert egyéb problémái vannak, amihez a logopédus kell. Ez leginkább olyankor fordulhat elő, hogyha valamilyen beszédértési probléma van. Tehát, hogyha azt tapasztalja a szülő, hogy a gyermek nem érti a hozzá szóló mondatokat, figyelmetlen,
elterülődik a feladatról a figyelme. Ilyenkor először ki kell zárni, hogy nem-e a hallás érintett, tehát hogy a beszédszervek és a hallószervek, az érzékszervek teljesen épek. Ugye ez egy audiológiai vizsgálattal, illetve fülorgégészeti vizsgálattal szűrhető és megállapítható, hogy nincs olyan akadály, ami mondjuk abban akadályozná meg a gyereket, hogy a halló, tehát hogy nem jut el a hallási inger a halló kéregig. Amennyiben ez az út tiszta, akkor valamilyen más probléma adódhat. Lehet olyan probléma, amit beszédészlelési zavarnak hívunk, hogy az egyes beszédhangokat nem észleli pontosan, vagy nem tudja differenciálni őket. Gyakori probléma egyébként, igen, ezen is a logopédiai terápia tud segíteni. Tudok például olyan esetet, hogy egy enyhén autista gyermeknek logopédust javasoltak, de értetlenül álltak a szülők a javaslat előtt, hogy vajon miért? Igen, attól függ, hogy mi volt a probléma, hogy mondjuk a gyermek szocializációjával, integrációjával volt nehézség, vagy pedig nem beszélt. Ugye nagyon gyakori, hogy sajnos egyre gyakoribb, hogy kisgyermekek úgy kerülnek óvodába, hogy nem beszélnek. Ez megnehezíti az óvónő dolgát nagyon, mert a gyermek nem tudja elmondani a szükségleteit, és az óvónőnek ki kell találnia, hogy mit szeretne mondjuk egy síró kisgyerek. És sajnos egyre több olyan gyerek kerül közösségbe, akik nem beszélnek. Na most egy ilyen kórkép mögött, amikor a gyermek nem beszél, megint csak nagyon sokféle kórok meghúzódhat. Az egyik lehet az, ugye, amiről már beszéltünk, hogy esetleg nem hall. Akkor azt a gyermeket meg kell vizsgálni, és hallókészülékkel ellátni. De lehet olyan is, hogy jól hall, adott esetben jól ért, de mégsem beszél. Itt is általában, itt is a logopédiai terápia szokott segíteni, vagy valamilyen csoportos szülő-gyermekkel közösen kialakított tréning, ahol elindítjuk a gyermek beszédfejlődését, ezt úgy hívják régebben, hogy beszédindítás, a nyelvi késésnek nevezzük ezt a kórképet, amikor a gyermekeknek a beszéde nem indul el mondjuk 3 éves korukig, ott be kell avatkozni, mert fontos, hogy meglegyen ez a visszacsatolás, hogy ő is képes kifejezni magát. Tehát, hogy a beszédünk jól működjön, ezzel a jövőnket segítjük. Még egy búcsú kérdés, a felnőtteknél mennyire jellemző, hogy úgy nőttek fel és úgy élnek, hogy tulajdonképpen olyan apró problémáik vannak, amin a logopédia segítene? Előfordul, most már a legkülönbözőbb területeken, illetve szinte az élet minden területén jó kommunikációs készséget várnak el az emberektől, így aztán gyakori, hogy akár egy praxisát végző ügyvéd fordul logopédushoz, mert azt tapasztalja, hogy a bíróságon visszajelzik az ő számára, hogy kevésbé érthető a beszéde. Ugye neki is a beszéd az a munkaeszköze, így aztán elsődleges és nagyon fontos, hogy képes legyen közérthetően jól kifejezni magát. És ez minden területen elsődleges és nélkülözhetetlen. Nagyon szép pályát választottál, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk az ismereteidet. Kedves nézőink, Fehérvári Beszélgetések című műsorunk vendége Magyarné Várvi Rózita volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!